674. nap. Tegnap sok frissítés érkezett Kupjánszk irányából. Itt az orosz erők továbbra is folyamatosan próbálnak egészen Petropavlivkáig behatolni az ukrán védelembe, ezzel összeomlasztva a keleti szárnyat és hivatalosan is megkezdve a Kupjánszki csatát. A legkeményebb összecsapások itt Szinkivka környékén zajlanak. Tegnap az oroszok erőteljes támadást indítottak Szinkivka északi része ellen. Amint arra emlékezhettek, legutóbb arról számoltam be, hogy az ukránok sikeres ellentámadást hajtottak végre, és felszámolták az oroszok támaszpontját a település északi részén, így az oroszoknak újra kellett kezdeniük az egész akciót. A gépesített támadás megindítása előtt az orosz erők kiterjedt tüzérségi előkészítést folytattak sorozatvető rakétarendszereikkel. Ezután füstfüggönyöket telepítettek a kiválasztott ukrán állások elé, akadályozva ezzel a kilátást és megnehezítve a keresztüzet. Az ukrán felderítő drónok kezelői ekkor indultak el az orosz támadó egységek keresésére. Az orosz erők a támadásaik során nagyjából mindig ugyanazt az utat használják, így az út mentén sok a megsemmisült felszerelés. A felderítők a támadó csoportot végül is Limán Persi közelében fedezték fel. A települést az oroszok ugródeszkaként használják Szünkivka megtámadásához. Eközben az ukrán tüzérség felkészült az oroszok fogadására. Folyamatosan ágyúzták a várható támadási útvonal környékét és finomították a célkoordinátákat. Mire az oroszok elérték a tűzzónákat, az ukrán ágyuk már pontosan az útra voltak irányítva. Nem sokára kiderült, hogy az előbbiekben ismertetett előkészületek igen csak hasznosak voltak. A rohamegység két harckocsiból, három páncélozott harcjárműből és körülbelül 50 katonából állt. A sorban elsőként érkező harckocsi aknamentesítő eszközzel volt felszerelve, hogy a rohamegység probléma nélkül el tudja érni a települést. Épp ezért ez lett a legmagasabb prioritású célpont. Ahogy az orosz rohamegység közeledett, az ukrán drónok kezelői megpróbálták eltalálni a harckocsit. Bár az első drón eltalálta a célpontot, a harckocsi nem szenvedett kritikus sérülést, és tovább haladt előre. Ironikus módon az mentesítő harckocsit a végén pont egy akna sem legesítette. A tank nem semmisült meg, de mozgásképtelné vált, mielőtt az oroszoknak sikerült volna elérniük az ukrán állásokat. A többi jármű közelebb ért, és úgy tűnik, hogy nem tudták, hogy mit tegyenek, mert egy ideig csak előre hátra hajtottak, amíg egy ukrán ATGM legénysége el nem találta az oszlop utolsó járművét. Így az előlévő harckocsi előre, Míg a hátsó páncélozott harcjármű visszafelé zárta el az utat, gyakorlatilag csapdába ejtve a rohamosztag maradékát. A járműveken utazó gyalogság ráébredt, hogy most már könnyű célponttá váltak, és gyorsan elkezdtek a fák között húzódó árkok felé menekülni, hogy elrejtőzzenek a tűzérségi tűzelől. Ezt követően a második páncélozott harcjárművet is megrongálta egy ukrán tüzérségi lövedék. A harckocsi legénysége tudta, hogy most már ők következnek, és úgy döntöttek, hogy kockáztatnak, és az akna mezőn keresztül megkerülik a megsemmisült járművet. Petjükre azonnal hajtottak, és felrobbantak. A tüzérség által korábban megrongált páncélozott harcjármű még mindig képes volt mozogni. Ő is megpróbálta megkerülni a hátuláló sérült járműveket, de ugyanarra a sorsra jutott, mint a korábban ezzel próbálkozó társa. Végül megtörtént a megmagyarázhatatlan. Az ötödik páncélozott harcjármű, ami az elején az erdőben még a csoporttal tartott, most előbukkant az erdőből. Hogy miért késlekedett ennyit, vagy hogy miért tévedt el az erdőben, nem tudni, de ami még őrültebb, hogy a járművezetője úgy döntött, hogy egyedül folytatja a támadást. Megkerülte a mozgásképtelen aknamentesítő tankot, és lásd csodát, abban a percben aknára hajtott és felrobbant. A jármű tetején ülő gyalogság azonnal az árok felé menekült, hogy elbújjon a tűzérségi tűz a támadók pehjére az ukránok ránát ejtő drónokat vetettek be, hogy végezzenek a túlélőkkel. A 14. dandár ukrán harcosai a csata után közzétették felvételeiket, melyek holtestekkel teli árkokat mutattak. Összefoglalva az orosz támadás borzalmasan rosszul sikerült. Az aknák sűrűsége miatt hiba volt csak egy tankot ellátni aknamentesítő felszereléssel. A füstvetők is hatástalannak bizonyultak, mivel az ukránoknak sikerült megsemmisíteniük az oszlop utolsó járművét, és így csapdába ejteniük az egész rohamegységet az aknamező közepén. Az orosz erők összesen öt tankot és páncélozott harcjárművet vesztettek, s nagyjából 50 katona vagy meghalt, vagy megsebesült. Dobj egy lájkot, ha informatívnak találtad a jelentésben hallottakat, a kép jobb oldalán látható zászlóra kattintva iratkozhatsz fel a csatornára, vagy légy a támogatónk, s a Heimars szint felett már este 8 előtt is megnézheted a legújabb jelentést. Köszönöm a figyelmet, találkozzunk a következő jelentésben.